Sziasztok, itt vagyunk az idei cosplay farsangon, és Siróval fogunk beszélgetni. Sziasztok! Mesélj nekünk egy kicsit magadról, hogy ki is vagy és mivel foglalkozol. Sironaka vagyok, és a YouTube csatornámra a kavereket szoktam feltölteni, angolul is, és főleg japánul. Kicsit kifejtenéd nekünk, hogy pontosan milyen kavereket is csinálsz? Igazából ez változatos, általában olyanokat szoktam kaverelni, amiket kérnek, hogy csináljam, vagy pedig azokat, amiket úgy a kedvenc animéimből vannak. Tehát így. Mi a kedvenc animéd? Elég sok van, de például az olyanokat imádom, mint az Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Sword Art Online, Neon Genesis Evangelion. Ugye nemrégiben felléptél itt a cosplay farsangnak a nagy színpadján, mesélj erről nekünk. Hát ez volt a legelső fellépésem, és nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó volt itt fellépni. Tetszettek a programok is, meg hogy milyen sok lehetőség van arra, hogy kipróbálj különböző játékokat. Meg aztán maga a színpad is nagyon jó volt, a közönség is nagyon jó volt, és jó érzés volt a dalaim által átadni azt, amit én a színpadon érzek. Mi az az érzés, amit főleg így át akarsz adni? Hát vannak bizonyos számok, amik például, mint a Tokyo Ghoul, annak az Underworld című száma, ami ugye arról szól, hogy nem akar eltűnni, nem akar, hogy elfelejtsék, de mégis próbálj elfogadni magát, de mégse tudja, de mégis azt szeretné, hogy elfogadják. És voltak bennem hasonló ilyen érzések is, mikor még középiskolás voltam, és hogyha van más ember is, aki így érez, akkor azt én át akarom neki adni. Például. Nagyon érdekesen hangzik. Mikor derült ki, hogy gyakorlatilag van tehetség az éneklésben? Hát igazából amióta az eszemet tudom, azóta mindig is szerettem nagyon-nagyon énekelni. Szóval igazából ez csak úgy jött. Ez gyakorlatilag egyfajta hobbid, vagy ez hivatásodnak is tekinthető? Tehát hogy képezel is magad, ugyanezt tanulod, vagy ilyesmi? Hát igazából mindkettő. Képezem is magam, de tehát a saját magamat képzem. Nem járok semmilyen zenetanárhoz, és sose tanultam zenét igazából. Úgyhogy így ez mindkettő. Hivatásom is, mert a zene az minden. Nagyon jó hangzik. Látogattál ezelőtt is ilyen hasonló tematikájú rendezvényeket? Nem, még ez az első, de nagyon élvezem. És hogy csöppentél bele így gyakorlatilag az egész animék, illetve mangák világába? Hát ez úgy kezdődött, hogy kb. 8 éves lehettem, amikor ugye ment az anime pluszon, az Inuyasha, meg ilyenek, meg ugye az RTL-en is, így reggelente, és akkor úgy ismertem meg az animéket. Aztán arról ismertem meg a japán zenéket, az openingek és endingekbe, és akkor így onnantól folyamatosan nézem az animéket, meg japánul éneklek, meg ilyenek. Közeli hozzátartozóid hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy te ilyen kavereket csinálsz, illetve ilyen rendezvényekre jársz? Szüleim folyton támogattak, amikor kisebb voltam. Igazából a csillagszületékbe is anya beregisztrált engem még régebben, de sajnos pont akkor jelentkeztem egyetemre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább azt kihagyom, és először a tanulásra fókuszálok, és aztán úgy a zenére. Milyen tanulmányokat folytatsz egyébként? Már befejeztem, közgazdásznak tanultam. Mesélj még kicsit erről a videózásról, hogy ez hogy jött neked? A kavereléseim elején nem voltam abban biztos, hogy magamat is szeretném a videóba beletenni, mert nagyon-nagyon félénk voltam, de aztán azért választottam azt, hogy inkább elkezdem a videózást, mert sokkal könnyebb átadni az érzéseimet az embereknek. Mekkora nézőtáborral bírsz jelenleg? Jelenleg azt hiszem olyan 1400 subscribernél járok. Mennyiben választasz inkább egy olyan dalt coverölni, amit te szeretsz jobban, vagy mennyire a nézők döntése a befolyásoló? Elsődlegesen mindig azt szoktam, hogy azt szoktam választani, amiket ők kérnek tőlem. Meg persze a szezonális animéknek az openingét vagy endingjeit szeretném coverolni. Van olyan másik youtuber esetleg, akit követsz, aki ugyanilyen tematikai videókat készít? Igen, van egy pár ilyen ember. Többek között van egy magyar youtuber is, akit követek, Rudit. Vele már terveztünk közös dalt készíteni, de sajnos pont a karácsonyi készülődésnél jött ez szóba, szóval nem volt még rá időnk, de szerintem ebben az évben ez meg fog valósulni. Van olyan hazai vagy külföldi videós, akire gyakorlatilag példaképetként tekintesz ugyanilyen témában? Külföldiek közül van Ron Lee, mert szerintem nagyon jó hangja van, és nagyon jól is előadja a dalait, szóval szerintem ő.
Továbbra is ezt a coverezés vonalat akarod tovább vinni, vagy esetleg gondolkodtál már saját számokban is? Mindig is nagyon fogok szeretni covereket csinálni, mert szeretném ezzel más külföldi énekeseket is támogatni. Valamint igen, nagyon szeretnék eredeti dalokat is kiadni, amikhez már írtam dalszöveg féleségeket, de nem vagyok még teljesen jó benne, meg persze ahhoz kellenek majd emberek is, komponálók, zeneszerzők, akik segítenek a dalszövegírásban, de igen, tervezek zenéket kiadni. Ha megadhatna, hogy a világon bármelyik énekessel készíthetnél egy duettet, ki lenne az? Ayumi Hamasaki. Mesélj róla nekünk kicsit. Ayumi Hamasakit akkor ismertem meg, amikor először a A+-on láttam az Inuyasha-t, és ő énekli az egyik endinget, a Dearest-et, és azóta ő a egyetlen olyan példaképem, akire istenként tekintek. Nagyon-nagyon szerettem. Borzasztóan jó előadó, fantasztikus, hogy a színpadon kifejezi az érzéseit, meg borzasztóan jó hangja van, nagyon-nagyon tiszteletre méltó. Szóval, hogyha lehetne választanom, akkor biztos, hogy ő lenne az. Esetleg egy valami helyszínt el tudnál képzelni ennek? A Tokyo Dome-ban. Nagyon jó hangzik. Melyiket tartod az ilyen all-time best coverodnak? Szerintem a Legends Never Die. Nekem, hát úgymond a kedvencem. Nagyon jó hangzik, mi is kíváncsiak vagyunk rá. A linket megtaláljátok a leírásban, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!